Ismét építsünk ide a negyedik pálya médium fokozaton. Az első három pálya különösebben nem okozott eddig gondot, úgyhogy nézzük benne, hogy egy negyedik is menni fog. Na. Tehát hasonló az első pályához, azt hiszem az a különbség, hogy látom itt hátrébb is vannak rögzítési pontok. Ez is érdemes megnézni, milyen rendelkezésre. Tehát van vasunk, van heavy steel, ez acél, ami képes egy jóval hosszabb távolságot áthidalni. Ennek az a jellemzője, hogy az acélnak is, illetve a vasnak is van egy adott távolság, illetve egy szilárdsága. Ez ennél kijebb nem lehet építeni vele. Ugyanez az anyag megvan. Acélból is, csak ez most nem aktív. Illetve, hogy látom, lehet kábellel is építkezni, ami bármilyen hosszú lehet. Valamint suppression kábel, ez lehet, hogy valamilyen rugalmasabb kábel lesz. Nem tudom még, kiderítjük. Hát a lényeg, hogy ezekkel kell gazdálkodni. De első lépésből megépítjük a utat. Ez ami biztos. Utána föl kellene építenünk magának a hídnak a vászszerkezetét. Én egy kicsit átgondolom, mi itt elég nagy a távolság, egy sima rácsos tartó az nem lenne elég megfelelő. Azért ettől függetlenül én ezt megmutatom, hogy mire lenne ez elég. Meg fogjátok látni, hogy semmire, de lehet, hogy a pénzem is elfogy, mire sikerül megépíteni. Jó. Tehát mondjuk van egy ilyen rácsos tartónk, ez körülbelül ennyire elég. Ezt egy kicsit meg lehet még spékelni. De a végeredmény ugyanaz. Tehát ezzel így nem sokat érünk. Valami trükkösebb szerkezetbe kell gondolkodni. Igazából ez adja meg ennek a játéknak úgymond a szépségét, hogy gondolkodni kell. Remélem sikerül majd valami ott összehozni. Hát nem biztos, hogy elsőre sikerül, ugyanis ennek a játéknak nem az a lényeg, hogy elsőre sikerüljön, amit építünk, hanem a végeredmény olyan legyen, hogy az a probléma ne legyen. Aha, igen, ez a lengőkábel lesz, értem én. És akkor ezek meg a sima tartókábelek, igen. Jó. Próbáljunk meg először egy ilyen egyszerűbb szerkezetet építeni. Nem. Sima kábel, ez csak annyi, hogy tartsa ezt a tartót, hogy ne tudjon befele. Tehát ez megtartsa azt, hogy ez ne tudjon erre befele eldőlni. És remélem, hogy ezzel a másik típusú vezetékkel ki tudunk alakítani egy függő hidat, de nem biztos, hogy az sikerülni fog azért. De megpróbáljuk azért valamit. Nem biztos, hogy sikerül, hát megnézzük. Jó, hát ez összedőlt, mint a kártyavár. Kicsit lassítsunk, lehet lassítani, hogy lássuk, hogy mi történt. Aha. Tehát itt látszik, hogy ez a két tartó elroppan.
gyakorlatilag. És utána elszakadnak a tartók, majd összedől a csodálatos építményünk. Tehát ez a kettő egyelőre a gyenge pontja az építményünknek. Ezen feltétlenül valamit erősíteni, vagy változtatni kell. Jó, de még hogy hogyan? Azt kéne kitalálni. Én egyelőre ezeket visszavonom. És megpróbálunk egy kicsit masszívabb szerkezet építeni. De én megmondom, attól félek, hogy el fog fogyni a lóvé, mert elég szűkösek a lehetőségek. Az a baj, ebbe az irányba terhelődik, és mindenképpen össze akar roppanni. Úgyhogy ezt meg kell előznünk egy másik típusú szerkezettel. Reméljük, hogy most jó irányba megyek, és egy kicsit stabilabb lesz a szerkezetünk. Így. Ezt megpróbáljuk megköttetni. Kicsit instabil, de határozottan jobbnak tűnik. Úgyhogy nézzünk egy szimulációt. Most lengő hídról beszélünk, egy függő hídról. Úgyhogy valamennyit ez mozoghat. Nézzük, hogy a járművek hogy tudnak áthaladni rajta. Eddig nagyon jó. Hát és ennyi is volt, úgy látom, ez a küldetés. Na, hát megépítettük, sikerült. Zsegély stabilnak is tűnik, szinte minden zöld. Tehát nincsen kritikus szakadási vagy törési pont a hídon. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Szervusz!